Üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk éppen a konyhámban Kincses Viktoriával, aki a Spár nyereményjátékot megnyerte, a mesterkurzusban vehet most velem részt, úgyhogy készíteni is fogunk egy izgalmas ételt, Viki. Remélem, hogy izgulsz egy picit, de nem túlságosan. Sertéstarját fogunk készíteni, itt is van az áru, nézd meg. Az a lényeg, hogy a sertéstarja az egyik olyan hús, aminél ugye a zsír a legfinomabb rész, sokkal szaftosabb lesz a hús, illetve a kuszkusz, egy burgonyapüré fog még a tányéron lenni, és csinálunk még egy ananász és káposzta szalszát is, úgyhogy ennyire egyszerű a dolog. Van itt nekem burgonya, jó? Meg kéne hámozni. Egy konyhában nagyon fontos, ugye, hogy azokkal a dolgokkal kezdjünk legelőször, aminek sok idő kell, ilyen a burgonya megfőzni. Jó, úgyhogy én adok is neked néhány szem burgonyát, és ezeket, ha meghámoztad, akkor föl fogjuk majd szépen kockázni. Tudod, hogy mi az alapja a kuszkusznak, hogy mi a titka valójában? A titkát azt nem tudom. Na, az a titka, hogy mindig a kuszkusznak a kétszeresét kell, de van, hogy háromszorosát. Attól függ, hogy mennyire akarjuk eláztatni, mennyire akarjuk pergősre, vagy egy picit keményebbre csinálni. Tehát én azt fogom csinálni, gyorsan kimérek vizet. Bele is helyezem a vizet. Tehát nekem itt most 600 ml víz van, van itt 200 g kuszkusz, gyorsan felforralom, adunk hozzá sót. Na és mit szóltál ahhoz, hogy megnyerted ezt a kis főzőkurzust? Nagyon örültem, hogy megnyertem. Meglepődtél, szerettem volna, igen, meglepődtem, szerettem volna egy kicsit tanulni. De nagyon, nagyon cuki volt a videó, tehát látszott rajtad, hogy tényleg szeretnél tanulni egy-két dolgot. Igen, igen. Körülbelül 2 evőkanál extra szűz olívaolajat is adunk hozzá. Beleöntjük, picit elmozgatjuk és lefedjük. Jó, és akkor az a lényeg, hogy most már le is kapcsolhatjuk, teljesen félrehúzzuk, és a maradék hő fogja végezni a dolgát. És akkor neki is ugrunk gyorsan a burgonyának, és azt fogjuk csinálni, hogy a burgonyát szépen fölvágjuk kockákra, nagyobb kockákra, jó? Megpróbálod fölvágni? Persze. Jó? Szeretnéd használni a késemet? Megpróbálom, igen. Jó, nagyon éles, vigyázz, olyan, mint a borotva. Jó, én közben elkezdem a szalszát. Már nem fogok táncolni, de elkezdek egy ilyen kis mexikói stílusú kis szalszát csinálni. Nem lesz mexikói ízesítése, viszont ugye ezek a szalszák eredetileg onnan jönnek. Szépen leveleket leszedjük, a külsőket legalábbis. Szépen félbevágjuk, és amit csinálni fogok, apró kis pici részekre vágjuk. Meg is vagy? Aztán. Igen. Gyors vagy. Föl is engedjük hideg vízzel. Alá kapcsolunk. Só. És akkor azt kéne csinálnunk, hogy itt van ez a vörös hagyma, egy darabot kérlek pucoljunk meg. Van itt nekem ananász, szépen körbe hámozzuk, és szépen kockára vágjuk, hozzáadjuk a káposztához. Amikor nézel ilyen főzős videókat, akkor nem szokott eszedbe jutni, hogy a francba vágnak a séfek ennyire gyorsan egy hagymát, vagy hogy létezik ez? Amikor nézem, akkor nem tűnik gyorsnak. Mert én mindig megkapom ezt az emberektől, hogy ugye amikor itt szépen beírdalunk valamit, nagyon szépen vékonyan. Igen, amikor kipróbálom, azt mondom, hogy ó, nekem is biztos menne, akkor rájövök, hogy hát ez nem így van. Hát igen, én ezt a focival szoktam így, hogy nézem a meccset, és akkor rájövök, hogy hát csak gyorsabban kellett volna futni. No, tehát szépen vékonyra vágjuk. Jöhet hozzá egy pici olívaolaj. Tehát így szépen ugye, mint egy szalszát meglocsoljuk. Adunk hozzá sót, jöhet rá bors. És ugye az lesz ennek a szépsége, hogy hamarosan még jobban megfogja majd a kis káposzta. Akkor itt van mazsola, azt kérlek, hogy bonts ki. Közben a kuszkuszunk is készen van. Igen, tehát ebből adunk most egy keveset. És amit még a konyafönökben el szoktak rontani a versenyzők,
hogy azt gondolják, hogy egy ilyen kuszkusz saláta az valójában a kuszkuszból áll, és egy pici zöldségköret hozzá, hát ez a zöldségről szól általában, és egy kevés kuszkuszról. Igen, először én is így képzeltem el, hogy több kuszkusz, kevesebb zöldség. Kéne egy lime, itt is van, és egy reszelő. Láttál reszelőt? Köszönöm. Hát azt csináljuk. A reszelőnél is nagyon fontos, hogy nézd meg, hogyha megnézed, akkor itt a megreszelt héj alatt még zöld. Tehát, hogyha túl erősen reszelnénk, akkor alatt a fehér lenne. Tehát azt jelenti, hogy a keserű részt is belereszeljük, amit nem akarunk. Úgyhogy mindig nagyon fontos, hogy ugye gyors mozdulatok, viszont nem nyomjuk rá a reszelőre a lime-ot. Én nagyon szeretem a lime-ot, mint fűszer. És még hozzáadunk levet. Látod, most már egészen szaftosnak tűnik. Készen van, félre is tesszük. Elmondom neked, hogy mi az aranyszabály húsnál. Majdnem minden húsnál. Füstölő serpenyő. De először is induljunk ki abból, hogy te hogy szoktál hús sütni. Őszintén. Őszintén. Megpróbálok olyat választani, vagy olyat venni, ami már előre fel van vágva, úgyhogy nekem nem nagyon kell vele foglalkoznom. Megpróbálom bepácolni, de azt is általában csomagolt. De tudod, hogy a spának vannak olyan húsai, ami már be van igen, marinálva, igen, pácolva. Igen, az sokkal egyszerűbb, igen, az megkönnyíti a mindennapokat. És olajat melegítek a serpenyőbe, de nem ennyire forró serpenyőbe szoktam lerakni, úgyhogy szerintem ezt köszönöm, hogy kimondtad a lényeget. Rontani. Na, akkor ezt most visszatekerjük, töröljük, jó? És akkor az új módozat az az, hogy a legerősebb fokozaton elkezdjük szárazon, tehát olaj nélkül a serpenyőt hevíteni. Hogyha fölé teszed a kezedet, akkor érzed, hogy elkezdett melegedni, annyira, mint amikor grillezünk otthon. Itt van a kis sertéstarja, olívaolaj a felületen. Kis masszást adsz neki? Na, a húst olajoztuk be, és nem a serpenyőt, mert így 300 fokon fog menni a serpenyőnk. Aranyszabály, sose szúrjuk meg a húst, jó? Semmivel, mert kijön a nedv. Úgyhogy át is forgatom. Na és akkor most megy be a sütőbe, 150 fokon van, 3 percre csak, mivel vékony a szele. Na és csinálni fogunk egy tükörtojást. Van egy módozat, ami a Holstein módra készült, sült, az valójában tükörtojással készül. Úgyhogy csinálunk egy pici ötvözetet, készítünk egy tükörtojást. És akkor azt csináljuk, hogy elkezdjük visszakapcsolni, mert elkezdődött a kifehéredés. Letakarom egy másik serpenyővel a tetejét, saját nedvességében fog megpárolódni. Így nem fog odaégni az alja a tükörtojásnak, éppen hogy csak tökéletes lesz. Készen is van a húsunk. Kihelyezem egy tányérra, és hagyjuk egy picit pihenni, jó? Tehát az azt jelenti, hogy most egy hatalmas hősok érte kívülről, meg kell várni, amíg egyenletesen hűl ki, és nagyon fontos, hogy szellőztetni is kell, ami azt jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy az alsó részen, ahol a tányérhoz él, ott ne tudjon kijönni a meleg levegő, tehát muszáj átfordítani majd egy perc múlva, ez majd a te feladatod lesz. Közben tükörtojás projekt. Látod, hogy szép lett, nincs megégve sehol. Megvan a burgonya, úgyhogy át is szűrjük. És burgonya nyomót gondolom használtál már. Igen, igen. Úgyhogy akkor azt le is tolhatjuk, odaadom neked. Amit nagyon sokszor el szoktak rontani, hogy nagyon sok tejet tesznek a burgonyapürébe és pici vajat, de ezt pont ellenkezőleg kell csinálni, nagyon-nagyon sok vajat és pici tejet kell adni. Jó, szépen hozzáadjuk, apró darabokra vágjuk, hagyjuk, hogy ráolvadjon. Egy picit elkezdheted kevergetni. Egy pici tejet adunk hozzá. És amit csinálni fogunk, hogy adunk hozzá
dizsonyi mustárt, magos dizsonyi mustárt. Jó. Neki is láttunk a tálalásnak, és most rendhagyó módon ketten fogunk tálalni, jó? Tehát mehet a hús ide a tányér közepére. Mi az a főelem? Azaz, igen. És akkor az lenne a lényeg, hogy ebből a kis szalszából szépen ide a húsnak a kontúrjára tegyünk, jó? Szépen körbe az egészet. Amikor tálalsz, akkor van valami elképzelés a fejedben, vagy csak így, ahogy jön? Ahogy jön. Általában érzéssel. Nézzen, milyen szépen feljött. És hogyha alánézzünk, látod? Igen. Nincs leégve. Pont ezt a kis tökéletességet szerettük volna. Jó, és nincs más hátra, mint a kis burgonyapürénk. És van még itt egy kis barna mártás, amit az étteremből hoztam. Szépen körbe locsoljuk. Kis fűszernövény, kis zsája, és készen is vagyunk. Ezt szuper. Jól összehoztuk. Nagyon jól néz ki. Na hát Viki, el is készült az étel. Melyik részét fogod otthon majd még tesztelni és gyakorolni? Mindegyiket, de legfőképpen a burgonyapürét. Az finom lett? Igen, az ízlik a legjobban. Na hát figyelj, én nagyon örülök, hogy ez létrejött, ez a kis mesterkurzus. Természetesen a Spár jó voltából, de alapvetően én azt gondolom, hogy a főzés az egy olyan dolog, hogy minden nap tanulhatunk valami újat, úgyhogy tanult még ezt a szakmát, mert egy jó dolog a főzés. Rendben, köszönöm szépen! A minőségi hozzávalók és a mesteri fogások támogatója a Spár és az Interspár.